tulajdonképpen a kürtőskalács sütés hagyományát ápoljuk a Kürtőskalács Fesztiválon belül. Idén 14 csapat jelentkezett, abból 10 már régi. Van új csapatunk Kovászna megyéből is, Bodosból, úgyhogy ennek külön örvendünk. És nyilván mindenki a fődíjért versenyzik, hiszen az egy nagy megtiszteltetés, hogyha meg tudod sütni az év székelyföldi kürtőskalácsát. Ez egy hagyományos cukros kürtőskalács. És minden évben mindig találunk valami újdonságot, amivel megörvendeztetjük az ide látogatókat. Tavaly megsütöttük a 20 méteres kürtőskalácsot, idén kincses kürtőskalácsot sütünk, ami azt jelenti, hogy a székelyföldi kincses kürtőskalács kincseket fog tartalmazni, amit majd a kóstolók megtalálnak a kürtőskalácsba. ...2009-ben kezdtük el, a férjemmel ketten fogtunk neki, mi fejlesztettük ki a receptet, megpróbáltunk mindenféle alapanyagot összehozni, amit úgy gondoltunk, hogy megfelel a vásárlóknak, amire igényt tartanak, és ami ki is tudunk vitelezni hosszú távon, minőségileg, és jól fog másnap is az asztalon díszelegni. Ezzel értük el azt, hogy mi igazából román vidékeken árusítunk, és erre van igény, ami azt jelenti, nálunk találnak meg laktózmentes kalácsot. Nem használok tejet, vajat, és még tojást sem. Vegán kürtőst állítok elő. A legfontosabb szempontok a tisztaság, higiénia, alapanyag felhasználás és az elkészítés módot figyeljük meg. Lesz a vakkóstolás. A vakkóstolás az azt jelenti, hogy egy számmal ellátott kürtőskalácsot kapunk, és ezt a kürtőskalácsot kell szétszedni. Külön általában mi a zsűri meg szoktuk kóstolni egyben is, a cukorzománccal együtt, és külön is, tehát szétszedjük külön a belsejét, külön a cukros részét. Itt azért sok szokott nagy különbségek lenni. Tehát igazából általában a kürtőskalácsok finomak, de amikor szétszedjük részleteire, akkor egy másabb minőség is elénk tárul, úgyhogy az szerintem az a legfontosabb, és mi csak számokat látunk, a szám után pedig jön majd az eredményhirdet is. A sok évi erőfeszítéseink, amikre próbáltuk ösztönözni a versenyzőket, jelenkezőket, az úgy látszik, hogy meghallgatásra került, és tényleg azt látjuk, hogy mindenki törekszik, hogy egyre jobb minőségű terméket hozzon erre a fesztiválra. Szeretnénk egy hagyományt ebből a fesztiválból, és szeretnénk, hogyha ez egy védjegy lenne arra, hogy tudja mindenki, hogy ezen a fesztiválon a ország legjobb kürtőskalácsait tudja végig kóstolni. Az első fesztivál óta itt vagyunk minden évben, és nagyon sokat tanultunk, nagyon sokat fejlődtünk, nagyon sok mindent hoztunk ki ugyanezekből az alapanyagokból, amire büszke vagyok, és köszönetemet fejezem ki a zsűrinek, mert ezeket mind tőlük tanultuk, mert hétköznapi emberként erre nem így figyelünk fel, mik a hibáink, mik a gyengeségeink, úgyhogy tényleg hálásak vagyunk a zsűrinek, nagyon sokat fejlődtünk, és azt mondom, hogy igen, sokban eltérünk az összes többi versenyző társainktól, de ebből élünk, erre van igény, és ezt tudjuk nyújtani. Ezt minden nap nyújtom, és jövőben is ezt fogják találni nálam. Őszintén tudom állítani, hogy az első cég voltunk, aki kivitte a sütést a tömeg elé, hogy ott áradt a kürtőskalács illat, és mindenki nagyon kedvelte, és szerették első perctől fogva. A fesztivál mindig kihívás, mindegy, hogy hány évtizede dolgozol ezzel a témával. Mindig van tanulnivalónk. Én minden alkalommal úgy álltam a versenyhez, hogy tanuljak, javítsak, jobb legyek, mert a fejlődésnek mindig van helye. Tehát fejlődni akarunk, és törekszünk is fejlődni. És persze nyerni is akarunk. Almulok és bámulok, hogy mennyit fejlődött az első, ezelőtt 6 évi, ha jól emlékszem, 6 évvel volt az első kürtőskalács fesztivál. Úgy gondolom, hogy érdemes folytatni. Mindenféleképpen ez a székelyföld szimbólumát, a kürtőskalácsot érdemes promoválni. Én mezőgazdasági szakpolitikus vagyok, én csak azt mondom, hogy akkor lehet igazából jó minőségű kürtőskalácsot sütni, ha jó minőségű az alapanyag. Az alapanyag pedig akkor lesz jó minőségű, hogyha a mezőgazdászok
oda tesznek mindent, és jó minőségű gabonát termelnek. A természetes alapanyag elsősorban semmi mesterséges ízesítőt nem tűr meg a kürtös kalács és mesterséges anyagokat, amiben bármilyen tartósítószer legyen. A jó recept, a másik titok, és van egy jó néhány buktatója a jó kürtös kalácsnak. Ez kezdődik a dagasztásnál, folytatódik a botratevésnél, a sütésnél, tehát vannak buktatói.